Vitat mellett frontend programozó vagyok az EU-Edge-nél, és sok minden mellett review-znom is kell, nem elmegyünk. Szóval hogy volt egy olyan rész, hogy az egyik projektünkben elég nagy refaktort kellett csinálni, és hát, hogy így 100 plusz pályt kéne átnéznem, ez volt a mondás. Igazándiból a történet az annyi volt, hogy angol emlékpont-5-ös kontrollerekből kapcsolatban, jó, tehát hogy igen, ez egy régi dolog, de tehát, hogy ez van. RS6-os passzokat kellett építeni ők az embereknek, és ezeket kellett átnéznem, hogy valóban jól csinálták-e meg. Hát a kód az, ugye, aki ismeri, innentől idáig tart, itt meg onnan indul, és még ez is kell hozzá nekünk. Az volt a feladat, hogy nézzem meg, hogy az új fájlokban az inject property és a constructornak a paraméterei azok stimmelnek-e. Mert ha nem stimmelnek, akkor az nem jó. Nézzem meg, de ezek már csak ilyen jó, hogyha tudjuk, hogy a constructor paramétereket, azokat hozzáadtuk-e a díszhez, vagy pedig azt, hogy van-e olyan hivatkozás a kódba, amit előtte nem definiáltunk, egy olyan embed paraméterre. Hát hogy csináltam? Node.js és az akkord használtam. Na, és akkor az akkord az a TNJS-t kiismeri. Jó, páran. A TNJS az egy ilyen egészen jó kis JavaScript, hát ilyen kódnézeket, hát olyan szerver, ami segít nekünk kódolni, és ennek az alapja az akkord, ami egy JavaScript kód parser, és a kimenete az egy AST, egy Abstract Syntax Tree, és ilyen Syntax Tree-t itt tudok nektek mutatni. Ez az, ami kijön belőle, ez egy objektum hierarchia, és akkor ebbe lehet mászkálni az akkordnal. Tehát, hogyha én arra vagyok kíváncsi, hogy ez a tömb ezekkel az értékekkel szerepel-e ott, akkor ugye megkeresem a programomba a class declaration-t, és akkor kinyitogatom. Ebből azt a method definition-t, ami egy konstruktor, ami egy function expression, és ennek a function expression-nek a paraméterei között ott vannak-e a dolgok. És akkor ugye már csak ezt kell megtalálnom. Ez még nem az, hanem ez, ami egy értékadás, ugye ezt kell megkerestem, tehát azt a member expression, ahol az object az az, mint a class, és a property az inject, és a jobb oldala pedig ennek a kifejezésnek az ezek a literálok. Hát ezt a két dolgot kell megkerestem, és összehasonlítanom. Meglepő módon abban a 100 plusz fájlban tök jól dolgoztak a srácok, tarapjuk nem volt, itt egy kicsit elbizonyítottam, hogy jól működik el az egész történet. De aztán a következő névok már találtak hibákat, és akkor igazából én is mutatom, hogy ez hogy néz ki. Ez az, amit az előbb láttunk, kód. És azt mondja, hogy az onnali gép az sehol nincsen megmondva. Az ez. Hát ugye hivatkozunk rá, de hogy sehol nem szerepel a bal oldalon. Az angolában ez igazából egy komponens nevén akár lehet is, tehát hogy ez inkább egy ilyen warning, hogy hát nézzed meg, hogy biztos elhatottál rá valamit, vagy pedig ez direkt csináltad. Na, itt már voltak hibák. És akkor még tudunk olyan csinálni, hogy
ez az a példa, amin le fog futni, és hogy lássátok, hogy ez valóban működik. Ezt. Megmondja, hogy különbözik, nézzed meg. És igen, tehát, hogy ha itt fönt is elrontom, akkor még azért is szól, hogy hát nem párosítottad össze a klasszon belül a díszhez, amiket egyébként átadogattunk. Hát nagyjából ennyi, szóval, hogy ha szeretnétek automatizálni a review folyamataitokat, és ezeket meg tudjátok fogalmazni, akkor ez egyébként tök jó, mert hogy így kódba le lehet írni a dolgokat. És ott van kérdés. Szonár, ki vagy, hogy csináljuk? Hogy mi? Szonár. Szonár? Nem kerestem eleget, tehát túlságosan tetszett a feladat, és inkább konfigurálás helyett le akartam programozni. Hát igazából ennyi, és megpróbálunk elnyitani. Szóval, hogy behúzunk dolgokat. De várjál, ez nem az. Képtelen vagyok használni a... Szóval ez az. Végignézi úgy indul, hogy egy ilyen validátorba belemegy, hogyha talán egy paszt, és utána itt van, ami összehasonlítja ezeket a dolgokat. Egyébként nem olyan bonyolult ez a dolog. Ezeket kell megkeresnie. A konstruktor dependent, meg a konstruktor assignmentet, az itt kap értéket, ami pedig ebből a kettőből, ennek a kettő függvénynek a kimenete, ami pedig itt van. Tehát, hogy ezek azok a keresgélések. Nyilván ez lehetne szebben is, meg érthetőbben is, de igazándiból ezek csak annyi, hogy menjél végig az AST-t, és keresd meg a nódokat, amikre igaz ez a kifejezés. Jól érzem, hogy ez egy ilyen type checker irányba kezd elmenni? Ja, hát annál azért egy kicsit megérted. De igen. Csak hát sok értelme nincsen type checker. Hát... Úgy általában oldod ezt. Nem általában, tehát nyilván itt ebben a helyzetben. Még kérdés? Oké. Köszönöm szépen! Az a helyzet, hogy van még egy dolog. Sziasztok! Dénet vagyok. 10 éve járok Meetup-ra. Már dolgozom a problémát. Néha el is adtam, és Meetup nagyon fontos dolog, nem tudom, ránéztek a karszaladatokra, van ráírva egy csomó szöveg, többek között egy olyan is, hogy Asimo Alapítvány. Az Asimo Alapítvány nagyon fontos, ő szervezi többek között a Meetupokat is, úgyhogy ha szeretnétek, hogy sok Meetup legyen még, akkor egyrészt gyertek el, ez a legjobb. De ami még fontosabb, hogy ha tudtok, rendelkezzetek az SEO-tok 1%-áról úgy, hogy az Asimo Alapítványnak menjen,
Isti bizit mintápra fogjuk fordítani, ha megnézitek a honlapját, akkor ott van az üvegzsebeli pont alatt az összes pénz, ami kiment, részletesen meg lehet nézni, mire költjük, nem csak itt veszünk magunknak. Az alapítványnak ezen kívül egy másik projektje az úgynevezett Hackerspace Budapest, aki még nem ismeri, annak nagyon tudom javasolni, hogy egyrészt nézze vissza a, hát lassan az is majd egyszer 8 éves lesz, meetup előadást, ami az alapítás előtt történik. Az is a meetupról indult bizonyos szempontból, és jövő szerdán egy nyílt estét tartok, amikor bárki lejöhet a Spacebe, ha még nem járt lenne, akkor azért. Ha már járt lenne régen, akkor meg azért, hogy megnézzem, hogy mi lett belőle. Gyertek le, ismerkedjetek velünk a hsbp.org, mint Hackerspace Budapest. Meg lehet nézni, hogy hol vagyunk, és jövő szerdán este 6-tól 10-ig bármikor le lehet jönni, nem lehet elkésni róla a meetup-pal szemben. Ez nem időben, ez helyben van, egy helyen mindenképp ott lesz, de jövő szerdán sok-sok tanunkra lesz, hogy várjon benneteket és megmutassa nektek, hogy milyen az a hely, ahol az előző bemutatott projekthez hasonlóan nem az a lényeg, hogy van-e már olyan projekt, amit én csinálni akarok, hanem hogy érdekes csinálni a projektet, kit érdekel, hogy mások mit csináltak. Köszönöm. És köszönjük szépen, hogy eljöttetek, maradjatok még sörözni, szerintem az előadók is maradnak, és köszönjük szépen, hogy itt voltatok, ez volt az április időtem. Köszönjük szépen!